A megnevezhetetlen az, ami örökké való. A megnevezés az összes létező dolog eredete. Let me respectfully remind you. Engedd meg, hogy emlékeztesselek. Life and death are of supreme. Az élet és halál a legfontosabb mindenek felett. Time swiftly passes by. Az élet hamar elszalad. An opportunity is lost. A lehetőség pedig elveszik. Each of us should strive to awaken. Törekednünk kell a felébredésre. Ébredj fel. Take heed. Tedd meg. Do not squander your life. Ne pazarold el az életed. Szamádi. Harmadik rész. Az úttalan út. Az emberiség mélyen az anyag birodalmába süllyedt, ami átitatta lényének gondolati és fizikai síkját. Carl Jung mondta, akkor érhetsz a mennybe, ha gyökereid a pokolba nyúlnak. Babilon tüzéből jön létre az átalakulás, átváltozás és az új emberi képesség. A keleti tanítások szerint az ébredés lótusza a szamszára szennyéből, a szenvedésből sarjad.
A kereszténység ír az emberiség bukásáról az Éden kertjében. Ezoterikus értelemben ez az öntudatraébredés vagy az egyéni akarat létrejötte, ami elkülönül Isten akaratától. Ezzel a külön éntudattal együtt jön létre a külső világ képzete. Az alakot öltött világ látszólag a korlátozott éntől külön. Az egyén vagy ego jellemzője, hogy e külső elme által képzett világ javaira hajt és áhítozik. A külső dolgok, amikre vágyunk, a jó és a rossz tudás fájának, azaz a dualitás fájának a gyümölcse. Mondhatnánk, hogy az eredendő bűn az önző vagy dualista tudat vágyai. Ez a Maya, a helyzet, amibe az emberiség most került. A külső gyümölcs hajszolásával az ember letér az útjáról, megfosztja magától a jelent. A történelem során nagy ritkán voltak ébredések, olykor kivirágzott az emberi tudat. A szentek, jógik, bölcsek és a bölcsesség őrzői. De most az emberiségnek kivételes esélye van, hogy közösen, tömegesen tegye meg ezt az utat, álmodja meg, hozza létre a közös, új valóságokat, miközben felfedezzük a magasabb világokat, és felébredünk a korlátozott én kollektív álmából. Ma a legtöbb ember úgy él, hogy szinte teljesen azonosul létének nyers fizikai és gondolati síkjával. Még csak nem is tudnak a magasabb szintek létezéséről. Nem is sejtik, hogy én rendszerükben spirituális képességek rejlenek, ébredésre várva. E képességeket felismerve, a létezés egyre finomabb szintjeihez kapcsolódunk, miközben én rendszerünknek megengedjük, hogy valós természetünket áthassa, elszakadva az elme minden szintjétől, azaz a Maya szintjétől. Ha megvizsgáljuk a történelem során létező spirituális hagyományokat, azt látjuk, hogy a nagy bölcsek, misztikusok és proféták a létezés folytonosságáról beszélnek. Az ősi védikus tanítások a lélek öt kósájáról vagy burkáról írnak, amelyek a nyers fizikai és gondolati világtól, a kondicionált világtól kezdődnek, amiben a legtöbben élnek most, és olyan finom szintekig terjednek, mint az energiateljes asztrális és magasabb elmeszintek, a lét őstípus mintái. Végül pedig a semleges szintig, ahol nincs gondolat vagy érzelem. Az ősi tudatosság elérése, az Isten tudatosság ébredése a lélekben eloszlatja mindezen szintek, a Maya összes szintjének illúzióját. Az ősi hagyományok számos olyan fogalmi és nyelvi keretet tartalmaznak, amelyek a nyerstől a finomig, a semlegesig vezető folytonosságra mutatnak. Legyen szó a védikus hagyományok csakra vagy kósa rendszeréről, vagy a taoizmus dantienjeiről, a változás terében minden szint maga a Maya, a spirál, amely valós természetünket elrejti, mégis pontosan ez magának az életnek a kifejeződése. Az élet spirálján keresztül tapasztaljuk meg az emberi életet.
Amikor a mája minden szintje megszabadul az éntől, mérhetetlen dualitástól mentes, nyelven túli titokzatos egység érhető el, ami tartalmazza, de felülmúlja az összes többi szintet. Henry David Thoreau híres mondása, hogy a legtöbb ember csöndes kétségbeesésben él. Úgy mennek sírhalmukhoz, hogy még szól bennük az énekük. Kétségbeesésük oka, hogy örökké énükön kívül keresnek. Dolgokat hajszolnak, pénzt, hatalmat, kapcsolatokat, mások helyeslését. A szenvedés a dolgokhoz való mentális kötődésben, nem pedig a dolgokban gyökerezik. Nem számít, hogy mit van. Az számít, hogy mennyire kötődsz ahhoz, amit van. Érzékszervi szinten, neuroplaszticitás útján jön létre a kötődés. Ahová a figyelem irányul, az idegsejtek egymáshoz kapcsolódva programot hoznak létre az elmében. Hajlamosságot egy mintázatra, ami maga az elme. Amikor tudattalan hajlamunk vagy életvitelünk van, akkor valójában nem magukhoz a dolgokhoz kötődünk. Nem drogok, alkohol, szex, evés vagy média rabjai vagyunk, hanem az általuk kiváltott érzéseké. Szabaddá akkor válunk, ha testünket, a változó tünetek terét a tudatosság gyökerénél közvetlenül figyeljük. Higgadtak maradunk anélkül, hogy egy érzést jónak vagy rossznak ítélnénk meg, és úgy reagálnánk. Úgy leszünk szabadok, ha megtanuljuk, hogyan jönnek létre ezek a kötődések, mert tudatosan figyeljük a finom belső világot. Elkezdjük a változás tereként figyelni a mentális és érzékelési tüneteket, ahelyett, hogy kötődnénk a gondolatokhoz és érzésekhez, amelyekkel meghatározzuk és létrehozzuk a formai világot. A változás eterét hívjuk pránának, vagy belső energiának is, a belső élet érzésének. Az új föld keletkezése annyi, mint eltávolodás a materializmustól. Tanúi vagyunk annak, ahogy a régi paradigmák és a mind többre vágyó beteges, egoista világrend megszűnnek. Amit most magad körül látsz, talán sötétségnek tűnhet, őrületnek tűnhet. Valójában éppen így néz ki az ébredés a földbolygón. A régi mintázatok leomlásának vagy tanúja. Sokan ábrándulnak ki a jelenlegi politikai, társadalmi, gazdasági és vallási rendszerekből. Többé nem bíznak a média, az ipar és az úgynevezett spirituális rendszerek önző céljaiban. Nem bíznak az egészségügyi rendszerben vagy a kormányban. Az emberek csalódtak. Az illúzió eloszlatása, a valóság meglátásának szükségszerű része szembesülés lesz a spirituális betegséggel, ami a mai élet belejárója. Így szabadulhatunk meg az önzőtudattól. Az önzőtudat alatt az öntudatlanul működő vágyakozási és utálkozási mintákat értem.
a kollektív szamszkárákat, vagy a kondicionált mintákat, amelyek a májá feltételeit hozzák létre, az azonosulást jellemünkkel, társadalmi csoporttal, vagy bármivel, amivel önmagunkat meghatározzuk. A különböző személyiségekkel és őstípusokkal, amelyekkel végigjátsszuk az egész életünket. Az én rendszer jelenti a kapcsolatot a világgal. Nem akarunk megszabadulni ettől a kapcsolattól, sem elpusztítani. A cél, hogy ne azonosuljunk vele, és így az én érzése, vagy a lét érzése ne kötődjön korlátozott formához. Azért, hogy ne szenvedjünk, amikor a forma világ változik. Az emberi út nem más, mint az utazás az ego előtti léttől, attól az egységállapottól, amit csecsemőként anyánkkal tapasztaltunk, a személyiség létrejöttéig. Felnevünk, jellemünk alakul ki. Ez a fejlődésünk szükségszerű része. Azért, hogy öntudatra ébredjünk, én képünk alakuljon ki. Valójában fejlődésünk kamaszkorában vagyunk, az énnel azonosuló szakaszban. Az öntudatosságon túl azonban a következő lépés az én transpersonális szintjének elérése. A tudatosság közös szintjeinek, a logosz vagy a magasabb elme különböző szintjeinek elérése. Mondhatod a lélek szintjeit, ha ezt a nyelvet jobban kedveled. A könyörület és a részvét erősödik, ami a szereteten keresztül nyilvánul meg. Az én központú tudat régi mintázatának szemszögéből nézve, ez a leomlás félelmetes. Zavarodottságot és fájdalmat fogsz érezni, ha kapaszkodsz a régi mintázatokhoz. Az ébredőket ténylegesen fenyegetésnek fogják tekinteni. Az ébredést válságként fogják megélni, mivel az ismert dolgok leomlását jelenti. Olyanok vagyunk most, mint a bebábozódott hernyó, amely átalakuláson megy át. Az átalakulásban van egy pont, amikor a hernyó már nem hernyó, de még nem is pillangó. Ennél a pontnál az átalakulás alatt álló számára, a régi én számára úgy tűnhet, hogy minden elveszik. De ez csupán a folyamat része. Hiszel, mert aláveted magad a fejlődés sodrásának, legbelül tudva, hogy a forrás felé haladsz. A kollektív káprázat, amit az ősi spirituális tanítók májának hívtak, abból adódik, hogy közösen ragaszkodunk a régi mintázatokhoz. Az emberi önhitségből adódik, hogy azt hisszük, tudjuk, hová megyünk, mit csinálunk, kik vagyunk. Paul Gauguin, francia festő egyik híres festményének címe. Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? Ez a három kérdés alázatot igényel. Ahhoz, hogy megtudjuk, kik vagyunk, mi az igazság, először tudomásul kell vennünk, hogy nem birtokoljuk az igazságot. Nem fogunk választ kapni, ha meg akarjuk találni a választ. Őszinte hajlandósággal kell önmagunk legmélyére néznünk. Mint Dante zarándoka az isteni színjátékban, az ember útra kell, hogy megismerje önmagát, a sötét erdőben letér az útról. És rájön, hogy eltévedt. Thank you.
Az ősi védikus tanításokban a lét és átalakulás dimenzióit Shiva és Shakti képviseli. Az őstípusi nőiességet, a lefelé áramlást, vagy a megnyilvánulás áramát Shakti képviseli. A lefelé mutató háromszög azt jelzi, hogy a lélek alászáll az anyagi világba. Shiva a felfelé áramlást, a felszabadulás áramát képviseli. A felfelé mutató háromszög tiszta, mindenfelé minőség nélküli tudatosságot jelent, felemelkedést az anyagi világon túl, a felsőbbrendűt. Amíg a dualista világon belül működünk, és a korlátozott elmével azonosulunk, ez a két áram alkotja az úttalan utat. A megnyilvánulás áramán és a felszabadulás áramán belül működünk, csinálunk és nem csinálunk, kötött időben és időtlenben élünk. Amikor ez a két dimenzió isteni egyesülés útján egyé válik, egyként létezik, az a szamádi. Együtt hozzák létre az egyensúlyt, a két dimenzió együtt létezik, mint Dávid csillaga, vagy az Anatta szimbólum, az ősi szimbólum, ami a spirális szívet, a tiszta hangot, az ősi Om transzcendens forrását jelenti, és létező vérezekteti az univerzumot. Azt mondják, hogy a szamádiban hallani fogod a lét mennyei zenéjét, az egyetemes zenét, Krishna fuvoláját, vagy, ahogy Pitagórasz nevezte, a szférák zenéjét. Természetesen mindezek metaforák valamire, ami legbelül felébred, lényed mélyén, és ez a valami a korlátozott elmén és az érzékeken kívül van. Egyes spirituális rendszerek olyan gyakorlatokkal összpontosítanak a finom testre, mint például a légzés figyelése, csível vagy pránával működő érzékelés. Olyan technikák, gyakorlatok, folyamatok útján, amelyek kondicionált elmével sajátíthatók el. Minden, ami a korlátozott elmét alkalmazza, hogy elérje a szamádit, a via positiva része. Ezt nevezzük Shakti ösvényének. És vannak rendszerek, amelyek a megnyilvánult világ túllépéséről szólnak, ezt nevezzük a Shiva ösvényének, ami más néven Via Negativa. Úgy tudjuk meg, hogy kik vagyunk, néven és formán túl, ha mindent elengedünk, amik nem vagyunk. Sok néven nevezik az utat, ami a szamádihoz vezet, meditáció, önkutatás vagy ima. Ma legtöbben valamilyen technikát használnak ezekhez a gyakorlatokhoz, de a meditáció ősi formája, ami a szamádihoz vezet, valójában nem tevékenység. Nem olyas valami, amit megteszel vagy gyakorolsz, hanem valójában a meditáló, a kereső vagy cselekvő megszűnése. A valódi meditáció egyesülés azzal, ami van, és csak akkor kezd megtörténni, amikor az ego sikertelenül próbál meditálni, és felismeri saját korlátait. Az egónak, az énnek, amiről azt hiszed, hogy te vagy, kudarcot kell vallania a meditálásban, ahhoz, hogy valódi legyen a meditáció. Minél közelebb kerülünk az igazsághoz, a szamádihoz, annál kevesebb a teendő, annál kevesebb a technika. A technika a múlt részévé válik. Elengedjük a cselekvést és a cselekvőt, a keresést és a keresőt, hogy a kondicionálatlan jelenbe jussunk. Egyes tanárok túlhangsúlyozzák, mások alábecsülik a technikákat. Fontos megérteni, hogy a technika egy lépcsőfok.
Nem akarjuk elhagyni a technikákat, de nem ragaszkodunk hozzá. A szamádi elérésének bevált módja a spirituális gyakorlatok hosszas végzése. Legyen az a gyakorlat meditáció, önkeresés vagy ima, az igazság az, amire rá kell ébredni. Patanjali jógi és bölcs, aki 2500 évvel ezelőtt állította össze a jóga szútrákat, azt tanította, hogy a jóga teljes célja az elme örvénylésének megszüntetése. Mondhatnánk úgy, hogy a karma megszüntetése, az életet irányító mély, tudattalan mintázatok megszüntetése. Ezeket a kondicionált mintázatokat hívják a frittiknek szanszkritül. Dogen zenmester szintén azt mondta, hogy a meditáció az elme és a test elengedése. A buddhizmusban ez a nirvána, vagy nirodha. A korlátozott, önző elme hullámzásának megszüntetése, ami miatt az én korlátozott érzékelésével történik az azonosulás. A kereszténységben ugyanazt az örök tanítást látjuk, ami azonban nagyon eltérő metafora révén fejeződik ki, olyan nyelv használatával, ami a történelemben akkor általános volt. A kereszténység szempontjából a szamádi eléréséhez Isten királyságába kell jutni a bűnök megbocsátásával, Krisztus meglátásával. Héberül a bűn szó pontos jelentése letérés az útról. Azt jelenti, hogy nem a jelenben élünk, a boldogságot a külső világ tárgyaiban keressük, nem pedig a valódi beteljesülés forrását értjük meg. Ahhoz, hogy a mostba, a jelen pillanatba érjünk, meg kell tanulnunk a kondicionált elme preferenciáinak elhagyását. Az ellentétes állapotok megszüntetéséhez semmire sem szabad reagálni, ami a változás terében megjelenik. A meditálás a kondicionált ént semmisíti meg, más szóval energiát szabadít ki a programozott elméből. Az igazság Tamás evangéliumában van, aki azt mondja, ha kihozzátok magatokból, ami bennetek van, az lesz az, ami megment titeket. Ha nem hozzátok ki magatokból, ami bennetek van, amit nem hoztok ki, az megöl benneteket. A hegy több ösvényen mászható meg. Feljuthatsz egyenesen a csúcsra, de néha jobb, ha spirális útvonalon haladsz. A csúcson azonban a kilátás ugyanaz, nem számít, hogy melyik ösvényt választottad. Az évezredek során az emberek több ezer meditációs technikát hoztak létre, nem szólva a számtalan jóga pozícióról, ászanáról, különleges légzésről, a pránajámáról és mindenféle rituáléról és gyakorlatról. Ha a meditáció egyszerűen megszüntetés vagy leállás, ha csupán a nyugalom elérése, akkor miért van olyan sok technikára szükség az eléréséhez? Miért nem ülünk csak le, hogy megvárjuk, amíg leülepedik bennünk az iszap, ahogy a zenben tanítják?
Az igazság az, hogy le is állhatunk egyszerűen. Elhagyhatjuk jellemünk tevékenységeit, de ahogy Einstein mondta, a valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó. Az illúzió kitartása az, ami szükségessé teszi a legtöbb ember számára, hogy a tudattalan elmébe hatoljon. Az ébrenmaradáshoz meg kell tisztítanunk avatárunkat a szamszkáráktól, karmájától vagy programozottságától, hogy többé ne az én tudattalan része irányítsa a műsort. Amikor a tisztításról beszélek, nem arra célzok, hogy az avatár rossz vagy negatív valamiben. Csupán arra célzok, hogy az én képet leválaszthatjuk róla, és a leválási folyamat az, amit megtisztulásnak nevezünk. Megtisztítom magam önmagamból. A szádanával egyesítjük énünk valamennyi aspektusát, hogy ne legyünk részekre osztva. Úgy hatolunk a tudattalamba, hogy olyan feltételeket teremtünk, ahol az én számára nincs menekvés. Legyen ez hosszas meditáció, önkeresés, intenzív jóga, csíkung, ima vagy légzésgyakorlat, bőjt vagy kántálás, vagy pszichoaktív szerek szedése, ami megnyitja elménk tudattalan mélységeit. Természetesen utunkon eltérő gyakorlatok, technikák és eszközök fognak eltérő időpontokban vonzani bennünket. Bármi is legyen a technika vagy gyakorlat, akkor tudunk megtisztulni, ha jelen vagyunk és nyugodtak maradunk. Amikor a pillanatban vagyunk, és megadjuk magunkat annak, ami lesz, akkor feloldjuk a karmikus kötődéseket, amik révén avatárunkkal azonosulunk. Nem ítélünk egyetlen érzést vagy gondolatot, sem jónak, sem rossznak, egyre mélyebbre jutunk az érzékelés terében. Egyre finomabb jelenségeket érzékelünk, annyira tudatára ébredünk a történésnek, hogy egybeolvadunk a meditálás tárgyával. Mi magunk vagyunk a légzés. Mi vagyunk a jóga pozíció. Mi vagyunk a kántálás. Mi vagyunk az avatár. Mindig egyesülünk a prána térrel, az úgynevezett Savikalpa Samadhiban, vagy Samprajnata Samadhiban, ami a szamádi a maggal, a mintázat magjával, a forma magjával. A kondicionált elme működésének a karmikus működés magjával. Amíg a kötődés a tudattalan elme működésének a belső és külső világ közötti elkülönülés magja létezik, addig nem érhető el a végső cél. A Savikalpa Samadhi egy bevezető samadhi, más néven dzsána, vagy dzsána. Ez az én rendszeremben a karma megsemmisülése, a test energetikai felkészítése a valós természet felébredéséhez, amely a semmitevésen, az elme működésének megszűnésén keresztül érhető el. Elméd olyan, mint egy tó, gondolataid pedig hullámok vagy fodrok a tavon. Mit tehetsz, hogy lecsöndesítsd a tavat?
Bármit teszel, újabb hullámokat kavarsz. Nem tudod elsimítani vagy lecsöndesíteni őket. A tó csak akkor csillapodik le, amikor minden erőfeszítéssel, törekvéssel és mozgással felhagysz. Rájössz, hogy a természetes állapot nem olyasmi, amit csinálni kell. Felismerése annak, hogy mi vagy, az elme és az érzékek mozgásán túl. Ki mozgatja az elmét? Ismerd fel, hogy ki dönt. Egyedül az elme az, ami dönt. Egyedül az elme az, ami működik. Egyedül maga az elme az, ami próbálja elcsöndesíteni az elmét. E szavak hallatán a korlátozott elme valószínűleg megzavarodik, azon tűnődve, hogy mit csinálok? Csak hagyd ezt a zavart. Légy tudatában valós énednek. Légy tudatában a tudatosságodnak. Maradj vele, amíg az nem lesz egyedül a valóságod. Amikor először kezded el figyelni a tudatosságot, csak a hamis énedet, csak az elme működését látod. Amikor azt mondom, hogy légy tudatában valós énednek, nem változásról, nem mozgásról van szó. Nem olyan, mint a kamera ráirányítása egy új tárgyra, hanem inkább feladod vagy megszünteted az érdeklődésed vagy kötődésed az elme működéséhez. Két olyan fő csomó van, ami révén a hamis éneddel azonosulsz. A test kényelmet akar, az elme pedig tudni akar. A test a kellemes érzésekhez és a fájdalom elkerüléséhez ragaszkodik. Minden szádana vagy spirituális gyakorlat, ami a szamádihoz vezet, alapvetően két dologból áll. Először kilépés a kényelem és kényelmetlenség kettőségéből, másodszor belépés a nem tudom elmébe. Mély belső meghatározott megadás, gondolat nélküli jelenlét, választás nélküli tudat. Szókratészt tartották kora legbölcsebb emberének. Híres mondása, egy valamit tudok biztosan, azt, hogy nem tudok semmit. Ez a szókrateszi paradoxon. A nem tudom elme, a nem ismerő elme elfogadása a szamádi kapuja. Várj! Légy nyugodt, ne remélj, ne gondolkodj, mert a remény elképzelésen alapulna, és továbbra is a kondicionált elmébe engedné az energiaáramlást. T.S. Eliot írta, mondtam a lelkemnek, hogy maradj csendben, és várj remény nélkül, mert a remény nem a helyes dolgot remélni,
Várj gondolat nélkül, mert nem állsz készen a gondolatra. Abban a pillanatban, amikor reményed, célod vagy gondolatod támad, ismét a kondicionált elme fogja leszel. Az isteni színjátékban Dante egy feliratról írt a pokol bejáratánál. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Ez valójában egy nagyon észszerű tanács. Komoly emlékeztető lenne, ha kiraknák minden meditációs központ, ashram vagy templom ajtajánál. Bármit is remélsz, az a múltbeli kondicionáláson alapul. A remény egyfajta tudás, ami az én rendszert keresésre, kutatásra és cselekvésre készteti. Amikor a szádanát, spirituális gyakorlatunkat végezzük, ami a szamádihoz vezet, akkor fel kell hagynunk minden reménnyel, minden tervvel, elfogadva, hogy még azt sem tudjuk, hogy mit remélhetünk. Ez megalázkodás az én számára. A reménnyel együtt felhagyunk a félelemmel is. A remény és a félelem az elme terve a jövőre. Ez a belső húzalozás, ami azonosítani akar. A remény epedezik, a félelem undorodik. Ha a mostban maradunk, a pillanatot érezzük úgy, ahogy az van, akkor hol van a remény és a félelem? Spirituális munkánk célja, hogy feltárjuk és kioldjuk a csomókat, amelyek miatt jellemünkkel azonosulunk. A kényelmen és kényelmetlenségen túllépve a nem ismerés felhőjébe lépünk. Tehetjük ezt akár meghatározott gyakorlatokkal, akár a mindennapi életben. A meditálás önmagad megismerése annyi, mint a jelenben lángolni. Elégeted mintázataidat, preferenciáidat. És ez nem olyasmi, ami életettől elkülönül. Ahhoz, hogy el tud dobni a mintázatokat, reakcióidat és ítélkezéseidet, miközben bennük vagy, a harc feladása a legkeményebb gyakorlatot igényli. Ez az egyetlen harc, amiben úgy győzhetsz, ha feladod, megadod magad, meghalsz a csatatéren. Önként mászol a keresztre. Néhányan készen állnak a legmagasabb szintű meditációs és önkeresési tanításokra, az egyszerű és tiszta igazságra. Meg fogják hallani a dharmát, és azonnal megértik. Olyanok ők, mint a fa, ami jól kiszáradt, és készek arra, hogy elégessék magukat. Csupán a szikrára van szükségük. Másoknak láthatóan több felkészülésre van szükségük. Olyanok, mint a nedves fa. Kis idő kell nekik, hogy kiszáradjanak és meggyulladjanak. Technikákra, gyakorlatokra van szükségük, hogy az én rendszer kötéseit feloldják, eltüntessék a szamszkárákat. Vagy legalábbis ezt hiszik. És a hit teszi a dolgát. A gyakorlatok és technikák olyanok, mint a lépcsőfokok, mint tüske használata a tüske, mintázat használata a mintázat eltávolításához.
A spirituális gyakorlatok, például szavak mondása, fegyelem vagy tanult dolog gyakorlása, egyszerűen imitáció. Ismétlődő és kondicionált dolog. Mivel minden technika nem más, mint az elme kondicionált mintázata, maga a gyakorlat nem fog az elmén túlra a szamádihoz vezetni. A mintázatban robotszerű, ismétlődő állapotban ragadsz. Lazán kell a technikához folyamodni, hogy a belső energia szabadon áramolhasson. Amikor elmerülsz a belső energiában, a programozott cselekvés megszűnik. A kondicionált cselekvés és a tudattalan programozás a hiányos tapasztalatok eredménye. Amikor hiányosak a tapasztalataink, lenyomatot hagynak az elmében. Egy kis programot hoz létre a tudattalamban. Ez a programozás vagy kondicionálás származhat traumából, vagy csupán tapasztalatokból, amiktől elfordultunk, mert túl fájdalmasak voltak. Én rendszerünk olyan kis programok sokasága, amelyek hiányos tapasztalataink miatt valósulnak meg. E memória lenyomatokat nem csak az agy, hanem a test energetikai rendszerei is tárolják, az idegrendszeren, izomburkon, a nádik vagy meridiánok számos hálózatán keresztül. E programok futásához energiára van szükség. Ha az energia a tudattalamban reked, ez olyan, mint a telefonon nyitva hagyott applikációk, amik lemerítik az akkumulátort. A szádana olyan, mint megtanulni az applikációk bezárását a telefonon. Ahhoz, hogy szabadok legyünk, tudatosságot viszünk a finom érzésekbe, a változó jelenségek terébe, vagy a belső energiába, anélkül, hogy a megjelenő gondolatokra vagy érzésekre reagálnánk. Az én rendszer preferenciáinak elengedésével, a kényelmen és kényelmetlenségen túllépve. A külső világban minden a rossz irányba vezet bennünket. A társadalom azt mondja, hogy tompítsuk a fájdalmunkat, keressük a kényelmet. A befelé vezető út kifelé halad, a kifelé vezető út befelé halad. Fájdalmunk felé kell fordulnunk. Akkor szabadulunk meg a szamszkáráktól, ha teljes tapasztalatot szerzünk. Érezzük, de nem reagálunk. Benne égünk. Az érzelmet akkor tapasztaljuk meg teljesen, ha nincs indulatunk. Az indulatok reakciók. Olyan érzelmek, amelyek gondolatokkal fonódnak össze. Elengedjük a gondolkodást, és a nyers érzelemnél, a nyers érzésnél maradunk. Azt mondják, hogy a felszabaduláshoz vezető út nem arról szól, hogy jobban érezzük magunkat, hanem arról, hogy jobban tudunk érezni. Abszolút példa erre Jézus a kereszten, vagy Buddha meditációja, ami a megvilágosodását hozta. Ez szembenézés a legnagyobb fájdalommal, a legnagyobb félelmekkel, az elképzelések, a tudás, a jó vagy rossz megítélésének elengedése. A felébredés pusztán a kezdő lépés, a belső fejlődés, a belső lótusz növekedésének, az élő híd kiépülésének, az emberi test isteni tudatosság kelyhévé tisztulásának felgyorsult folyamatában. Az energia olyan, mint a spirituális gyakorlatokra használt rozettakő. Ha megérted az energia működését, megérted a gyakorlat hasztalanságát. Minden technika vagy gyakorlat a te mintázatodat szakítja meg. Kondicionált mintázattal szakítod meg a kondicionált mintázatokat. Készen kell állnod a technika elengedésére, amint megszolgált, különben éppen egy új azonosságot, egy új spiritualizált énrendszert hozol létre.
A meditáció mélyebb rétegeinek eléréséhez el kell engednünk mindent, amiről azt hisszük, hogy tudjuk a meditációról. A meditáció ősi kifejezése a dzsána, vagy dzsána, zen, vagy csan egyfajta belső feloldódást jelent, meditációs elmerülést, átalakulást, vagy a kondicionált én belső megtisztulását. A dzsána ősi szó jelentése a dzsapeti páli szóhoz kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy felégetni. A szenny, a bűn vagy a szamszkárák felégetését. A hamis énnel való azonosulás elégetése, a káprázat elégetése, minden olyan preferencia elégetése, amelyek az egót alkotják, és a belső energia felszabadítása, színrehozása. Az egyén egyensúlyba kerül azzal, ami van, átadja magát annak, ami van, figyel arra, ami van. A dzsána e szakaszain keresztül fokozatosan ébredhetünk saját valós természetünkre, miközben a kondicionált elme különböző folyamataitól elszakadunk. De történhet a felébredés hirtelen. Ezt nevezi a zen szaturi állapotnak. A legtisztább tanítás csöndben terjed. De napjaink világában nagyon kevesen fogják megérteni e csönd forrását, vagy fognak vonzódni feléje. Gautama Buddhának van egy híres tanítása, az úgynevezett virág prédikáció. A prédikáció a buddhista meditáció eredete. Mondhatnánk, hogy a zen eredete. A zen az igazság közvetlen terjesztéséről szól. A virág prédikációban Buddha egyszerűen egy fehér virágot tartott fel. A virággal együtt szótlanul volt jelen, annak valós természetében elmerülve. Ez volt az egész tanítás. Ahelyett, hogy hosszas szatszangot vagy szóbeli tanítást adott volna, hagyta, hogy diákjai mindvégig a virággal üljenek. Csak egy diákot ért el az üzenet. Csak egy diák értette meg. Egy ilyen finom üzenet fogadásához finom elmére van szükség. A legnagyobb igazság csöndben terjed. Hogyan fogadhatjuk a Buddha elmének ezt az üzenetét? Hogyan fogadhatjuk azt, ami már megvan nekünk, amik már vagyunk? Az ősi tudat mindenütt ott van, ha szemünkkel látjuk, de nincs egyetlen megnevezett helyen sem. Felébredés után olyan könnyű meglátni az igazságot, hogy nincs szükség az elmére. Az elme keres és kutat. Amikor leáll, amikor a mozgása megszűnik, ott marad az igazság. Te már most is az vagy, amit keresel, de a hamis énnel azonosulsz. Vedd észre a virágot, és vedd észre azt, aki vagy ami a virágot figyeli. Mi választja el a megfigyelőt és a megfigyeltet? Meditációnak vagy dzsánának kell jelen lennie, itt és az elmében képek, elképzelések és fogalmak közvetítése nélkül. Ha a tudatosság abszolút jelen van, és megszűnik a dolgok tudása, még a tudattalanban is, akkor többé nincs megfigyelő és megfigyelt. Nincs többé kapcsolat közted és bármi között. Nincs többé virág és külön megfigyelő. Csak a korlátozott elme az, ami dolgokat lát. A korlátozott elme működése az, ami dolgokat hoz létre,
ami tapasztalja az időt és a teret, létrehozza a dualitást, a tapasztalatot és a tapasztalót. Itt és most lehet felébredni az elmén túli, végtelenül mély nyugalomra, nem elnyomva az elmét, hanem hagyni kell, hogy pontosan az legyen, ami. Mégsem szabad az elme fogságába esni. Ne próbáld elemezni ezeket a szavakat. Ezek nem fogalmak. Ha a jelenlét létrejött e tanácsok hallatán, ne hagyd, hogy az elme közbe szóljon. Amint megkapod az üzenetet, kapcsold ki ezt a videót, és maradj a tudatosság valós állapotában. A csönd a legnagyobb tanítás, a legtisztább tanítás. A következő legjobb tanítás rámutatás közvetlenül a kifürkészhetetlenre. Ezt a történelem során sok néven illették. Rámutatás a transzcendens énre, vagy a tiszta tudatosságra. A buddhizmusban ez a prajna paramita, ami a végső tudás vagy tökéletes bölcsesség, és ez eltér a szokásos tudástól vagy kondicionált tudástól. A Patanjali által leírt jóga 8. végtagján keresztül valósul meg. A saivizmusban ez a felébredés úgy írható le, mint egység Isvarával vagy Sívával, amelyek az abszolút tudatosság nevei. A nyugati misztikus tanításokban a henózis és az apopaticizmus szavak hasonlatosak az eggyel való egyesülésre. Plotinos szerint az egyén minden lényen felüláll, de mégis bennük van. A tibeti Dzongchen ezt a létezés természetes ősi állapotaként írja le. A rigpa szó a létezés alapjára utal. A szúfizmusban ez a titkok titka, ami a fanán keresztül valósul meg. Ez a halál előtti megsemmisülés, vagy a halál megtanulása. A Mahamudrában ez a nagy pecsét, vagy nagy lenyomat, a természetes állapot megvalósulása, az ősi tudatosság, üresség, az abszolút, a tiszta és nyílt gyökerek nélkül. Ne az elmével hallgass e szavakra, hanem a tudatosság azon mélységeiben értelmezd őket, ahová mutatnak. Annak igazsága, hogy ki vagy mi vagy, a korlátozott elmén túlmutató igazság nem látható a korlátozott elmével. A nyugalmi állapot nem érhető el mozgással. Ha szeretnéd elérni a gondolkodáson túli nyugalmi állapotot, ne törődj a gondolatokkal és érzésekkel, preferenciákkal, az elme és érzékek kreálta jelenségekkel, lépj a mesztelen tudatosságba.
A gondolatok és érzések a folyton változó jelenségek tere. Ami nem változik, az a változás terének tudata. Általában annyira a változás terében ragadunk, tárgyaira figyelve, hogy nem törődünk a tudattal. A szamádi eléréséhez nem törekedhetünk semmire a változás terében, nem gondolkodhatunk, le kell nyugodnunk, ahogy a tudatosság is. Nem reagálhatunk gondolatokra és érzésekre. Minden szenvedés oka, hogy hiszünk a gondolatainkban. Figyeld, ahogy az elme minden gondolatot vagy érzést jónak vagy rossznak ítél, vagy bélyegez meg. Hagyjunk úgy minden gondolatot és érzést, ahogy vannak. Nem taszítunk el semmit, de nem engedünk a gondolatok csábításának, nem rágódunk rajtuk. Így módon a negatív útvonalon érjük el az abszolútumot, a via negativa úton. Bármi vetődik fel, nem ezt, nem azt. Nem ezt, nem azt ismerjük fel. A via negativa révén rá fogsz jönni, hogy minden, ami felmerül, az nem te vagy. Rájössz, hogy semmi vagy. Ez a nem én bölcsessége. A via pozitíva révén arra jössz rá, hogy minden, ami felmerül, az te vagy. Ez a szeretet, energetikai kapcsolat vagy összeolvadás. Mindkét igazság egyidejűleg létezik. A forma pontosan az üresség, az üresség pontosan a forma. Van egy mondás a zenben. Az útvonal elején a hegyek még hegyek, a folyók még folyók. Egy bizonyos felismerés után a hegyek már nem hegyek, a folyók már nem folyók. De a végső igazság feltárásakor a hegyek és a folyók vannak. Mi változott meg az utazás közben? A hegy és a folyó azok maradnak, amik mindig is voltak. Ami most elmarad, az a te képzeted a hegyről és a folyóról. Ami most elmarad, az elméd örvénylése. Ami közbelép, ami azt az illúziót kelti, hogy te és a világ elkülönültök. A szamádi eléréséhez nem kell valamilyen rendkívüli állapotot elérni. Arról sincs szó, hogy a megszokott elme állapotban kell maradni. Csak a korlátozott elme, vagy az én elme tesz különbséget a szokásos és a szokatlan között. A turiya az az állapot nélküli állapot, amit néha negyedik állapotnak hívunk. Dualitástól mentes valóság. Transzcendens és bennható. A létezés alapja, minden igazság kútja. Törekvésed egy állapot elérésére az elméd működésével jár. A létezés alapjának felismeréséhez nem kell a fizikain túllépned, és finom vagy véletlenszerű állapotban maradnod. Éned mindezen dimenziói egyidejűleg léteznek. A nyers, finom és véletlenszerű itt és most létezik. Csak a korlátozott elme tesz különbséget. Tudod,
Szamádi állapotba úgy juthatsz, ha nem próbálsz elérni valamit. Nem törődsz a gondolataiddal, közben teljesen éber, teljesen tudatos maradsz, teljesen felébredt, de nem reagálsz, nem cselekszel, nem járatod, de nem is folytod el az elméd. Ahhoz, hogy éber légy, teljes figyelmed a történésekre irányulhasson, a kondicionált én közvetítése nélkül, fogalmak nélkül, irányítás nélkül, manipulálás nélkül, vagy ferdítés nélkül, a korlátozott elmével való szűrés nélkül, választás nélkül kell jelen lenned. Jelenlét választás nélkül, ami azt is jelenti, hogy választó nélkül. Nevezhetjük ezt tükröző elmének. A kezdő elméjének, ami nem emlékezik, nincs múltja. Nyitott vagy tiszta elmének. Minden pillanatban új. Valahányszor az elme tudattalanul jár, akár a legapróbb mértékben, annak az az oka, hogy a korlátozott énrendszer kondicionáltsága szűrést végez. Amikor az elme tudattalanul jár, annak egyfajta elégedetlenség az oka, amit dukhának hívnak az ősi tanítások. Hogyan engedjem el a dukhát? Hogyan engedjek el minden elégedetlenséget? Figyelj erősen! A korlátozott elme számára van egy paradoxon. A korlátozott én elme hallja a kérdést, és tudni akarja, hogyan csinálja. De a korlátozott elme nem tudja megcsinálni. A korlátozott elme mindig kudarcot vall, amikor a szamádit akarja elérni. Kudarcot kell vallania. A korlátozott elme nem ébred fel. Az ősi tudatosság ébred fel a korlátozott elmével való azonosulásából. A korlátozott elme mindig kudarcot vall, amikor megpróbál lenyugodni, mivel az elme mindig jár. Maga az elme a mozgás, és ez a mozgás hozza létre az idő és tér megtapasztalását, elkülönülést hoz létre. Az elme a cselekvés végtelen folyamata. Az úttalan úton felébredünk a cselekvő jellemmel való azonosulásból, és felismerjük a létezés dimenzióját. A szamádiban megszűnik az elkülönülés, a cselekvés és a létezés között. Az elkülönítés egyszerűen az elme egy másik folyamata. Amikor a kondicionált én rendszeren belül nincs gondolkodás, nincs probléma. Az a te, akinek hiszed magad, szintén egy folyamat, az én gondolkodás állandó mozgása. Mintázatok és preferenciák gyűjteménye, amelyek szerint te meghalsz. A te kóros mintázatának meg kell szűnnie ahhoz, hogy elérhesd a szamádit. Hagyd elsüllyedni.
Asatoma Sadgamaya, vezess a valótlanságból a valóságosba, Tamasoma Jyotirgamaya, vezess a sötétségből a világosságba. A felébredés azt jelenti, hogy meglátjuk az emberi szenvedés, az emberi állapot természetét. Felismerjük, hogy ki vagy mi szenved. Nem létezik technika az ősi tudatosság eléréséhez. Nincs folyamat, ami megtanulható. Nincs minta, ami gyakorolható. Amire törekszem, az elérhető egyetlen pillanat alatt. Éppen az összes mintát, az összes tudást és összes cselekvést, az összes én tervet kell elvetni, mert így hozhatók létre optimális feltételek az ősi tudatosság felébredéséhez. Ha megpróbálom elmondani, hogyan légy tudatos, akkor a szavaimra figyelsz, vagy olyasmit csinálsz, amit mondtam, ahelyett, hogy tudatában lennél annak, ami éppen történik. Olyan mélyen tudnod kell, hogy mi van, annyira kell kapcsolódnod a létezéshez, hogy nincs preferencia, nincs benne én. Belépsz abba, ami történik, vagy tudatoddal belé olvadsz. Amikor az én működését megszünteted, egyé válsz azzal, ami keletkezik. Valójában ez nem igaz. Még inkább az elkülönülés illúziója szűnik meg. Az igazság az, hogy valójában sohasem voltunk külön. A spirituális tanítók azt az utasítást adják a szamádi eléréséhez, hogy légy csöndben és tudd. Légy csöndben és ismerd a valós éned, a néven és formán túli ősi tudatosságot. Légy csöndben és tudd, hogy te vagy Isten, a valós én, a Buddha természet. Miről beszélnek pontosan? Mi az, ami csöndessé válik? Nyilvánvalóan senkinek sem tud a fizikai teste teljesen lecsöndesedni, az időben és térben létezve, mert maga az idő, tér mozgásban van. Az idő, tér egy elme. Az univerzum egy nagy elme, vagy logosz. Az első hermészi elv az, a mindenség az elme, az univerzum gondolat jellegű. Ha az univerzum elme és az elme mozog, hogyan tudok csöndben lenni és tudni? Hogyan tudok nyugalomban maradni a tengelye körül körülbelül 1500 km per óra, a nap körül 108 000 km per óra, a galaxis körül 800 000 km per óra, és az univerzumban milliószor nagyobb sebességgel forgó glóbuszon? A szíved ver, a sejtjeid mozognak a testedben, az ételt emészted, az agyad agyhullámokat bocsájt ki. Véred lüktet, az energia mozog. Hogyan tudunk nyugalomba lenni?
amikor a spirituális mesterek azt mondják, légy csöndben és tudj. Valami másról beszélnek, időn és téren túli dologról, a fizikain és mentálison túli dologról. A csönd és nyugalom alatt olyasmit értünk, amire nincs szó a modern nyelvrendszerben. A szanszkrit nyelvben, a jógik nyelvében több pontos kifejezés van, ami non-duálisra utal. A szunnyatá szót gyakran fordítják ürességnek, nyugalomnak vagy semmiségnek. A nyugalom lehet talán a legjobb magyar szó erre, de nem elég ahhoz, hogy leírjon valamit, ami nem ebbe a dualista világba tartozik. Ami valójában létrejön, az az ősi tudatosság a nyugalmon és mozgáson is túl, az időn túl. Ez pedig örök, a léted alapja, a valóság lényeges természete, ami nem változik. Ténylegesen a változáson és a változatlanon túl van. Amikor valós természetünket felismerjük, nyilvánvalóvá lesz, hogy a csönd és a zaj egy olyan kettőség, amit az elme hoz létre. A nyugalom és a mozgás egy olyan kettőség, amit az elme hoz létre. Minden dolog ott van már ebben az ősi nyugalomban. A világ mozgása azonos a nyugalommal. Légy csöndben, és tudd. Légy mozgásban, és tudd. Az egész egy üresség, ami táncol. Ez nem egy filozófikus dolog, hanem a világhoz kapcsolódás egy teljesen eltérő módja. Valójában ennek a kapcsolódásnak az elvetéséről szól. A nyomás csökkentő szelep elvetéséről, ami az én rendszer és valós természeted megtapasztalásáról, amit nem a korlátozott elme közvetít. Az úgynevezett külső világon túllépsz, amikor eléred a nyugalom állapotát, ami pedig tartalmazza azt is, amin túllépsz. Ha azt hiszed, érted a szamádit azután, hogy megnézted ezt a filmet, akkor nem figyeltél. Ez olyan, mintha összetévesztenéd a menüt az étellel. Az igazság megízleléséhez állj készen arra, hogy meglásd az én rendszered mintázatait, amelyek alapján saját magad azonosítod. Mélyre kell ásnod, mélyen az elmébe kell hatolnod, és fel kell szabadítanod a szamszkárákat. Szét kell boncolnod, porig kell aláznod az én rendszert. A szamádi eléréséhez átadod magad a lélek egység utáni vágyódásának. Jobban kell akarnod az egy forrás elérését, mint bármi mást az elme mátrixában. Jobban, mint bármit a külső világban. A külső törekvések üresnek és értelmetlennek tűnnek. Igazi meditáció, igazi önkeresés valósul meg a jelenben, ahol mindent megtapasztalsz, minden feltárul. Az egyensúly és szeretet terében minden jő és megy. Amíg el nem éred az örökkévalót, türelmesen és kitartóan kell dolgoznod, teljes szívvel, alázattal, felégetve mintázataidat, preferenciáidat, kondicionáltságodat. A programozott elmével nem lehet felébredni. Láthatóan véletlenül történik, de a jelenlét gyakorlása a véletlent valószínűvé teszi. Thank you.
Kivégzése előtt Szokratész utolsó szavai figyelmeztetés volt a világ számára. Azt mondta, hogy nagy hálával tartozunk Aszklépiusznak. Teljesítsétek, és ne feledjétek. Aszklépiusz a gyógyítás istene volt. Ismeritek Aszklépiusz botját, amire egy kígyó tekeredik. A gyógyító energiát azt a belső energiát képviseli, ami él, kondicionálástól mentes, szabadon mozog saját intelligenciájával, szemben a dualista elme energiájával. Az időszámítás előtt első évszázadokban néhány első pénzérmére Asklepius szimbólumát helyezték az ókori Görögországban és Rómában, és ebből alakult ki a mai dollárjel. Ez egy ősi emlékeztető, rejtve, mégis láttatva. Arra emlékeztet, hogy a pénzcsere egyben energiacsere. Krisztus tudatosságát vagy Buddha természetét a női principium, a nagy anya, a Nagas, a kígyó bölcsessége gyámolítja. E bölcsesség arra tanít, hogy tisztítsuk meg a belső templomot az egótól. A női principium számos nevet kapott a történelem során. Gaia, Shakti, Sophia, Logos, Mahalakshmi, Parvati, Durga, Isis, Mária, az élet spirálja. A magasabb elme élő energiája az univerzum természetes intelligenciája. Ezt a természetes bölcsességet módszeresen elfojtották, démonizálták, kihasználták és uralták az elmúlt évezredben. Ahhoz, hogy felszabadítsuk az energiát a tudattalan behatárolásokból, ki kell oldanunk a csomókat, amelyek az én rendszerünkkel azonosítanak bennünket. Nem kapaszkodhatunk a kényelembe. Nem kapaszkodhatunk a tudásba. A történelem jelen pillanatában, éned e pillanatában azt a hálát, amiről Szokratész beszél, egyénileg és együttesen is ki kell fejezni. Egyetlen eszköz van, amivel ezt a hálát kifejezheted. Saját magadat kell adnod. Amikor belső energiánkat, belső életünket kiszabadítjuk a kóros gondolkodás börtönéből, akkor az szabadon kapcsolhat bennünket az elme magasabb szintjeihez. Energia köt össze mindannyiunkat. A szeretet egy másik szó erre az energiára. Minden igazi spirituális mester azt mondja, hogy a szeretet az igazi vallás. A szeretet a jövő vallása. Nem lehet intézményesíteni, rendszerbe foglalni vagy kondicionálni. A szeretet nem választható el az egyetlen ősi tudatosság elérésétől. A szeretet annyi, mint egyé válni.
The breeze at dawn has secrets to tell you. A hajnali szellő titkokat mond neked. Don't go back to sleep. Ne menj vissza aludni. You must ask for what you really want. Azt kell kérned, amit igazán szeretnél. Don't go back to sleep. Ne menj vissza aludni. People are going back and forth across the door sill where the two worlds touch. Az emberek oda-vissza járnak a küszöbön keresztül, ahol a két világ találkozik. The door is round and open. Az ajtó kerek és nyitva van. Don't go back to sleep. Ne menj vissza aludni.